Ellátogattunk a GTK Kari napokra, ahol számos érdekes és őrült programmal várták a látogatókat. Mi is kipróbáltunk egy párat. Megmutatni az ifjúságnak, hogy milyen lehetőségei vannak a karon belül, hogy ma már nem csak a hagyományos képzésben, hanem újszerű képzési formákat is választhatnak. Itt a Team Academy egy finn tanulási modellnek a standján vagyunk. Az asztalon egy játék, egy behívó játékot láthatok, mert maga a Team Academy is igaza az ötletből, valóságról szól. Az első, amit megkérdezünk a ide tévedőktől, hogy egyáltalán neki van ötlete, amit úgy gondolt valamikor meg szeretne valósítani, mik az ő álmai. Hogyha igennel válaszolt, akkor pedig a következő kérdésünk arról szól, hogy ezt egyedül vagy csapatban, mert a mi képzésünk és mi, akik ebben a képzésben részt veszünk, mi azt gondoljuk, hogy ma már csapatban érdemes vállalkozni, hiszen olyan sokszínű az a tudás, amire szükség van, hogy így a diákok egymás segítve ezt könnyebben megtanulják. De mi rottyan? Ebben egy kis szamárhús csinálunk. Ez szimbolizálja a tudást. Tehát aki a vizsgán elhasalt, azt itt megfőzik. Igen. A rendezvény alapjának az ötlete az igazából tavaly pattant ki a fejünkből, akkor, mikor arról volt szó, hogy a két kart egyesítjük, és szerettük volna mutatni a hallgatóknak, hogy attól mi még ugyanaz az egyetem leszünk. Arra az ötletre alapozva, ami tavaly egy nap volt, most 4 napig programok vannak a hallgatóknak folyamatosan, és nem csak szórakozási, hanem szakmai programok is. Emellett sportprogramok is vannak, mert az fontos, és a csapatmunkával szeretnénk, hogy a hallgatók közelebb kerüljenek egymáshoz. Érezzék, hogy ők ebbe a közösségbe tartoznak, mert erről szól ez a Kari napok, az összetartásról, hogy mi egy kar vagyunk, mi a Debreceni Egyetem vagyunk. Azért tartottuk fontosnak, hogy tartsunk egy ilyen sportnapot is a hallgatók számára, mert gyakorlatilag a szürke hétköznapokban nincs adott lehetőségük mozogni, és ezt nagyon szeretnénk rendszeresíteni szeretnénk ezeket a sportrendezvényeket. Mindenki használja a számítógépet, nem mennek le mozogni, és ezért fontos, hogy lejárjanak a diákok, egy közösségben együtt sportoljanak is. Napközben a játékok hódítottak, este a zenéjé a főszerep. Már tavaly is megadtuk a lehetőségeket az amatőr zenekaroknak, hogy fellépjenek. Szerintem ez azért jó, mert összetud gyűlni az a közeg, akiket nem mondjuk a diszkózene vonz, hanem a rock. A zenekaroknak is az egy nagyon jó lehetőség, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mit tudnak valójában, mert nem mindig van lehetőségük ugye fellépni, és azért szerettem volna ezt az ötletet behozni a Kari napok eseményébe, hogy ez valóra váljon nekik.